Maré Krisna. Sziasztok! Ma a keleti pályaudvarról jelentkezem be, ahol már napok óta szintén osztunk ételt. Tehát a nyugati pályaudvar mellett is már a keleti pályaudvaron is megtalálhattok bennünket a nap pár órájában, és emellett különféle menedékhelyekre is szállítunk több helyszínen Magyarországon, legyen az Debrecen, Érd, Budapesten, több ponton is rendeltek tőlünk különféle menedékhelyeken ételt. Naponta most körülbelül 600-1000 adag között van a kiosztott ételek mennyisége, és itt egy, nem is tudom, másfél órája érkeztünk ki talán, vagy még nem tudom, annyi sem, mert teljesen elvesztettem az időérzékemet. Annyira gyorsan pörög itt a meleg étel, nagyon nagy szükség van rá. Rengeteg sátor van itt, ahogy mögöttem is láthatjátok. Sok-sok civil szervezet és vallási közösség jelent meg itt a keleti pályaudvaron, hogy ebben a váró teremben, az aulában kiszolgálják az igényeket. Van itt telefontöltő, SIM-kártya ajándékozás, használt ruha, van egy nagyon szép hosszú rész, egy viszonylag csöndes rész, ahol a gyerekeken gondoskodnak, egy kis játszó van ott, plüssállatokkal és szilezőkkel, mindenfélével, tehát ott nyugodtan el tudnak lenni a gyerekek is, de tényleg az emberi igénynek az összes válfaját itt kielégítik a szervezetek, és hát mi ezzel a meleg étellel tudjuk kiegészíteni ezt a kínálatot, mert az nagyon ritka, amikor megérkeztünk, akkor pár civil szervezetnek a képviselője itt jelezte, hogy milyen nagy szükség volt erre, hiszen már reggel óta nincsen a helyszínen meleg étel, bár teát, illetve kávét több ponton is kínálgatnak. Itt most viszonylag nincs tömeg, tehát úgy képzeljétek el, hogy ez most az a rész, amikor nincsen tömeg. Általában kígyózni szokott a sora a pénztárak felé tömött sorokban, és az most pont nincsen. Ugye, ahogy tudjuk, ide a keleti pályaudvarra érkeznek be most a mentesítő járatok, amik kifejezetten csak a menekültek szállítását végzik. Egyéb menetrend szerinti járatok pedig, amiken szintén találhatóak menekültek, a nyugatiba is érkeznek be, úgyhogy egy másik stábunk éppen ott szolgálja fel a meleg ételeket. Illetve a mai napon sikerült egyeztetnünk a Migration Aid-del, akiknek ugye a 13. kerületben nyílt egy nagyon nagy szállójuk, és azt is meg tudják tölteni egészen 300 főig. Ott sikerült letárgyalnunk, hogy akkor már a mai naptól kezdve elkezdjük oda is szállítani a meleg ételt. És emellett pedig ugye van itt egy kis segítő csapatunk, akik Angliából érkeztek, és felügyelik azokat az adományoknak az elköltését, amiket az ottani Krisna hívők, illetve a közösség ajánlott fel jótékony célokra nekünk, magyar Krisna hívőknek, akik itt a szomszédos országa vagyunk a konfliktusnak, és ők pedig sikeresen megszervezték, hogy Lengyelországon keresztül olyan Krisna hívőknek juttathassunk el száraz élelmiszereket, tartós élelmiszereket, akik kifejezetten a konfliktus övezetében élnek, tehát akár Kievig is el tudják juttatni az élelmiszert, és most azon dolgozik a csapat, hogy beszerezzék ezt a 4,5 tonnányi száraz élelmiszert, amire nekik a leginkább szükségük van, legyen az liszt, rizs, konzervek, cukor, só és egyéb alapélelmiszerek, amiből ők nem csak saját maguknak, hanem ételosztásra természetesen főznek, hiszen Ukrajnának több pontján is, ahol Krisna hívők élnek, folyamatosan zajlik az ételosztás. Az ott élő Krisna hívők összefogva mindenféle tákolt konyhákban, vagy akár magánszemélyek konyháiban készítik az ételeket nap mint nap. Több mint 1000 adag ételt osztottak szét most a napokban is, naponta főznek, és tényleg van, amikor
fát kérnek hozzá adományba, azt is odaadják nekik, és úgy gyújtanak alá. Hihetetlen, hogy mi történik ott, és nem csak meleg ételt készítenek, hanem édességeket, saját kézzel sütik a zsemlét az embereknek, szóval hihetetlen erőfeszítést tesznek, és az ottani civil lakosság is nagyon belelkesedett erre, és nagyon sokan csatlakoznak a Krisna hívők közt, hogy segítsenek a főzésben, illetve magában a szétosztásban is. Óvóhelyekre szállítanak, metroaluljárókba, kórházakba és vonatállomásokra, úgyhogy ahol csak szükség van rá, ott Ukrajnában is zajlik az ételosztás. Úgyhogy köszönjük szépen az eddigi felajánlásaitokat. Mint láthatjátok, igyekszünk minden fillérnek a legjobb helyen megtalálni a helyét, és nagyon köszönjük, hogyha továbbra is segítetek, akár az adományaitokkal, pénzadományaitokkal, az ételt az életért.hu oldalon keresztül, akár az adótok 1%-ával. Itt láttam, hogy a kommentben valaki beírta, hogy nekünk küldi az 1%-át, hálásan köszönjük, mert ezek azok az összegek, amikből tényleg tartalékot tudunk képezni, és ezekből a tartalékokból ilyen válságos időszak idején mozgósítani tudjuk a készleteinket. Ugye nap mint nap osztunk Magyarországon több helyszínen is meleg ételt, és az, hogy van egy ilyen bázisunk, amire építeni tudunk, mind személyi bázis, mind pedig egy infrastruktúrális bázis, ez nagyon sokat segít abban, hogy gyakorlatilag azonnal tudunk reagálni az ilyen kényszerhelyzetekre, és már az első naptól kezdve jelen tudunk lenni a különféle helyszíneken, ahol a legnagyobb szükség van ránk. Úgyhogy folytatjuk tovább a ti segítségetekkel. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük az önkénteseknek is, akik jelentkeztek most is itt a hátam mögött, két civil önkéntes segítségével zajlik az osztás. És akkor találkozunk még máskor is. Fogunk rendszeresen hírt adni arról, hogy éppen hogy áll a segélyakció. Addig is vigyázzatok magatokra, és hogyha szeretnétek segíteni, akkor az ételtazéletért.hu oldalon keresztül, vagy akár gyümölcsadománnyal tudtok segíteni a pályaudvarokon. Banánt, leginkább banánt, mandarint szeretnek elfogadni az emberek, úgyhogy azt minden mennyiségben fogadunk. Nem csak itt, hanem a központunkban, a harmadik kerületben, a Lehel utca 15-17 alatt. Mindenkinek szép hosszú hétvégét kívánok, és segítsünk továbbra is együtt. Hare Krishna!